Kántor András vagyok, Kántor Gergőnek az édesapja. Még Gergő majdhogy nem azóta játszik az első szombaton, amióta elkezdett sakkozni, tehát kb. 7 éves korában kezdett el sakkozni, és szerintem már 8 éves kora óta már játszik az első szombaton. Kezdetben ugye az FMC, FMB csoportban, aztán később FMA, több mint egy éve már rendszeresen a GM csoportban játszik, mint nemzetközi mester. Itt az első szombatokon azt mondtuk, többször volt az élmezőnyben az egyes csoportok, most ezt nem tudom, hát FMA csoportot azt azért nyerte meg, talán az IM csoportot nem, ezt nem tudom, de nagyon, tehát az első 2-3-ban azért az utóbbi időben ott volt már az IM csoportokban, a GM csoportban most nem áll annyira jól, de legutóbb majdnem nemzetközi nagymesteri normát teljesített. Valamint ifjúsági Európa-bajnokságon lettek ezüstérmesek, szintén jöttem ugye ezzel a csapattal, de az U18 volt, tehát 18 év alattiak ellen játszottak, és ott ugye ezüstérmesek lettek még Prágában. Laci versenyéről, hogyha valaki elkezd sakkozni, akkor pillanatok alatt hal, mert Laci elég komoly marketing munkát végez, és nem utolsó sorban egy nagyon minőségi versenyt rendez, tehát aki budapesti, annak különösen nagy előnye ez, hogy tudja, hogy az adott pénzért milyen versenyre számíthat. De hangsúlyozom, tehát azért a Laci egy nagyon komoly marketing munkát végezik, illetve nem utolsó sorban, ha valaki egyszer elkezd a versenyen játszani, azokkal nagyon kedves, és hát szívesen jönnek vissza az ember.